Vetélytársa akadt Ludovik Orbánnak a Nemzeti Liberális Párt elnöki székéért zajló versenyben. Lorin Kücsú miniszterelnök a hétvégén bejelentette, indul a tisztségért a szeptemberi pártkongresszuson. Ludovik Orbán a nyilvánosság előtt üdvözölte a kormányfő döntését. Még eddig csak utalgatott rá, de konkrétan nem közölte. Lorin Kücsú a hétvégén bejelentette, indul a liberális párt elnöki székért. Úgy döntöttem, indulok a versenyben a Nemzeti Liberális Párt elnöki székéért. Köszönöm a liberális párt erős politikai vezetőinek is, akik hittek bennem az első perctől, ahogy beléptem a pártba, és akik ma is támogatnak, és a csapatom részei. A liberális pártnak új lendületre van szüksége, olyan vezetésre, amely újszerű elemeket hoz, ugyanakkor tovább viszi a liberális hagyományokat és elveket, mondta Lorin Kücsú. Ludovik Orbán liberális pártelnök közölte, áll elébe a versenynek, a nyilvánosság előtt üdvözölte, hogy Lorin Kücsú indul. Szerinte pozitív versengés lesz, és a kongresszus dönti majd el, melyikük milyen tisztséget fog elfoglalni. Nem lesz közöttünk szakadás, mert van egy kormányprogram, amit gyakorlatba kell ültetni. Van egy oltáskampány, amely létfontosságú annak érdekében, hogy mielőbb visszatérjünk a régi kerékvágásba, illetve nyilván ott van a helyreállítási terve előkészítése, amely kulcsfontosságú a gazdaság újraindítása szempontjából. Kifejtette, a kettejük közötti verseny ellenére a kormányfővel közösen hozzák meg a fontos döntéseket. Raluca Turcan munkaügyi miniszter, a liberális párt Szeben megyei szervezetének elnöke és a párt országos szervezetének első alelnöke közben bejelentette, Lorin Kücsút fogja támogatni. Ezzel szemben a párt bukaresti szervezetének elnöke Violeta Alexandru azt mondta, Ludovik Orbánra fog szavazni a kongresszuson. A tisztújító kongresszust szeptemberre tervezik.